Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Tudják, hogy hol vagyok most? Nos, ha erre a házra néznek, akkor azt hihetik, hogy Egerben. Ha egyel arrébb jövök és erre a házra néznek, akkor pedig azt hihetik, hogy Tokajban. Ha még tovább jövök és ránéznek erre a házra, akkor pedig azt gondolhatják, hogy Etyeken. És tulajdonképpen egyikben sem tévednek, mert hogy mindegyik háznak megvan az említett településeken az eredetie. Csak hogy ezek nem az eredetiek. És nem is titkolódzom tovább, Budafokon vagyunk, önök pedig legyenek velem a következő 3/4 órában. Nos, tehát akkor, ahogyan már mondtam, Budafok Budatétény. A főváros egyik legizgalmasabb kerülete, lehetetlen egy adásban bemutatni az összes kincsét, így csak néhányat járunk most be. Például azt a pincerendszert, amelyikből köszöntöttem önöket. Egy ifjú hölgy lesz a kalauzunk, aki töviről hegyire ismeri ezt a hajdani borpince labirintust. Hát a maga gyönyörű fafaragású hordókat láthatunk, történelmi alakok szerepelnek rajta, illetve ami még érdekes, hogy ezek ovális hordók, és nem tökéletesen kerek hordók. Azután is maradunk a föld alatti vájatoknál, de azokban már nem bor, hanem pezsgő lesz. Ellátogatunk ugyanis az ország legismertebb pezsgőgyártójához, vagyis a Törlei céghez, hogy megnézzük a múzeumukat. Törlei Józsefről én azt szoktam mondani, hogy a korának egy géniusza volt, ugye ő Szabadka környékén született, Csantavéren, majd tanulmányokat folytatott Grazban, kereskedelmi akadémiát végzett, ezután pedig Champagne-ban helyezkedett el, ottani pezsgőpincészeteknél. Majd elmegyünk a Tropikáriumba, ahol rácsodálkozunk a többi között Dodóra, az aligátorra, na meg a hatalmas akváriumban úszkáló cápákra, és persze a simogatható hüllőkre. Általában vissza lehet őket csalogatni, de van, hogy vissza kell rakni őket, mivel nem akarnak annyira felmászni. Úgyhogy ez itt a lányzó, hogy ő a fiú. Itt látszik is, hogy vedlenek itt, mert szafatokból ugye hiányzik róluk a régi bőr, az alatta lévő az jóval szebb. És végül, de tényleg nem utolsó sorban, irány a Memento Park, vagyis a hely, ahol a főváros rendszerváltással feleslegessé vált szobrai törzik, és mutatják be a látogatóknak. Ez valóban a Memento Park legnagyobb szobra, és talán az egyik legnépszerűbb alkotás, a Tanácsköztársasági emlékmű, amely sokak számára a ruhatárosként ismert, hiszen a mozdulat adja magát, uram a sáját itt felejtette, és rohan utánunk a figura. Azt ígértem az elején, hogy bemutatom majd azt a hatalmas pincerendszert, amelyből köszöntöttem önöket. Állom a szavam. Ám mielőtt lemennénk a föld alá, nézzük meg, hogy mi van a pincerendszer fölött. Érdemes, mert azt hiszem, hogy Budafok legszebb kastélyainak egyike ez. Rá is kérdeztem egyik idegenvezetőnktől az épület múltjára. A feljegyzések szerint az épületet 1830 körül építette egy Schmidt-Bauer család, és utána a századokon keresztül nagyon sok minden volt az épületben. Volt az állami borforgalmi cégnek a központja, borászati egyesület központja, legutoljára Hán Ferenc borkereskedő villája és lakóháza és pincéje együttesen, majd pedig később a Hungarovin borászati RT tulajdonában volt, amikor ez az ő pincészetük volt, a dolgozók gyermekeinek óvodája volt ebben az impozáns épületben. Napjainkban sajnos a kúria belső része nincs felújítva, most az Ártér Művészeti Egyesület tagjai dolgoznak benne. Későbbi terveinkben pedig az szerepel, hogy egyszer egy múzeumi profillal állítanánk helyre. Apropó múzeum, még mindig ne menjünk le a pincébe, mert van még a felszínen is ide tartozó látnivaló. A kastély épületet a Dunától csak a sínek és a közút választja el. Van azonban egy alagút, amelyen át lehet menni a Dunától a kastélyig. Ez adta a tulajdonosoknak azt az ötletet, amelynek megvalósítása jelenleg is zajlik. Itt szeretnénk bemutatni azt, hogy hogyan szállították a Budafokról a bort, amikor a vasúti szállítás ugye domináns volt. Ugye ismerjük a történetet, régen hajóval szállították, kihasználva a Duna adottságait, majd amikor a vasúti hálózat elterjedt, akkor inkább a vasúti szállításra terelődött át a borszállítás,
És ennek szeretnénk itt egy emléket állítani, milyen mozdonyokkal, milyen szerelvényekkel szállították a bort a budafoki pincészetekből az ország minden tájára. Ez a tartálykocsi, ami ön mögött van, ez olyan, amilyennel annak idején borták? Így van, ez egy e-azonos kocsi, tehát típusát tekintve egy borszállításra korábban is használt járműről van szó. A borszállító vagont amúgy olyan szinten restaurálták, hogy akár újra lehetne benne folyadékot utaztatni. Bort azért már nem tennének bele, már minőségbiztosítási okokból sem. Szóval a tartálykocsi már készen van, az elé állítandó gőzöst viszont ott jártunkkor is szépítették. Működőképessé nem teszik, de eltüntetik róla az összes rozsdát és egyéb sérülést, hogy méltó látványossága legyen ennek a mini közúti skanzennek. Na és akkor most menjünk vissza a föld alá. Először egészen pontosan oda, ahol a műsor elején köszöntöttem önöket. Nem tagadom, engem megdöbbentett az a leleményesség, ahogyan az egyik leghosszabb vágatban megidézik a hazai borvidékeket. Gyakorlatilag ez a pincerendszer, ez már a római korra visszavezethető, de mai formájában Békés Imre tulajdonosnak az volt az ötlete, végignézett ezen az utcán, és azt az ötletet kapta, hogy egy borutcát kellene belőle csinálni, és Magyarország különböző tájegységet bemutatni. A tulajdonos és munkatársai elmentek hát majdnem egy tucatnyi borvidékre, és mindenhol kiválasztottak egy présházat, amelynek itt a vágatban felépítették a pontos mását. Sőt, mivel a bortermelő emberek általában vallásosak, még egy kis kápolnát is felhúztak itt, természetesen haranggal együtt. Fiatal kalauznőnk amúgy a tulajdonos lánya, aki nagyon sűrű jár ide, és tényleg minden szegletét ismeri a pincerendszernek. Azt mondd még meg nekem itt ezen a helyszínen, hogy ez a ruha, ami most rajtad van, ez milyen ruha? Ez a Chevalier Törlei lovagrendnek a ruházata. Nehéz? Igen, nehéz, és meleg is. Nem baj, hogyha én azt mondom, hogy a folytatásban ezt vedd le, és akkor sétáljunk díszruha nélkül? Én nagyon örülnék neki. Akkor tegyük ezt. Okay. Biztosan a díszruha levétele is tette, de a folytatásban még fesztelenebbül jártuk a pincét, és jutottunk el hamarosan egy stilizált hajófenékig, amely nyilván nem véletlenül került éppen ide. Hova léptünk most be, Fanny? Ez a helyszín azért érdekes, mert egyfajta hajót modellez, amivel a svábok a betelepítésük idején érkeztek, ezek az úgynevezett sártálhajók. És igaz, hogy ilyenekben laktak is sokáig? Ilyenekben laktak sokáig így. Hú, milyen lehetett a Dunán himbálózva aludni? Szűkös, érdekes. Menjünk a Mesterségek utcájába. Tulajdonképpen a különböző mesterségeket mutatja be az a múzeum, ami a kerületre jellemző volt egykor. Tehát a hajókészítéstől kezdve a fafaragókon át a kádármesterségekig és a hordókészítés különböző fázisait mutatja be ez a múzeum. De azt hiszem, hogy rettentően élethűek ezek a szobrok. Abszolút, ezzel kapcsolatban van egy érdekes sztorim, na, hogy amikor elkészültek ezek a viaszszobrok, akkor édesapám bejött onnan, és le volt kapcsolva minden lámpa. És amikor azt hitte, hogy amikor belépett, hogy valaki betört. És konkrétan, most nem tudom megmondani melyik figuráról, azt hiszem arról a figuráról azt hitte, hogy valóban itt van valaki. És kiabált, hogy maga mit keres itt? Na most itt akkor elárultad, hogy édesapád a tulajdonos. Igen. Milyen egy ilyen pincerendszerben lánynak lenni? Ez egy jó kérdés. Érdekes egyébként. Én azt gondolom, hogy a mai világban nem tudok én különbséget tenni, hogy nehezebb lenne nőknek, borásznak vagy akár pincetulajdonos lányának lenni. Szeretsz egyébként ide lejárni privátban is? Vannak részlegek, amiket nagyon-nagyon szeretek a pincében, de van egy darab ág, ami nagyon sötét és félelmetes. Én aki horrorfilm. És melyiket szereted a legjobban? Ezt a részt, kifejezetten ezt. Emiatt a sztori miatt is szeretem. Abba a bizonyos nagyon sötét részbe, amit nem szeret Fanny, most nem is mentünk el. Elmentünk viszont a pincerendszer legmélyebb részébe, oda, ahol már mindig stabilan 14 fok van. Nyilván nem véletlen, hogy a legszebb hordókat itt tárolják.
Amúgy ezekben most nincs bor, bár akár lehetne is. Fanni azt mesélte, hogy ez az a pince szakasz, amire mindenki rácsodálkozik, aki eljön ide a borvárosba, mert ők maguk között csak így becézik a létesítményt, kastélyostól pincéstől. Hát meg a gyönyörű fafaragású hordókat láthatunk, történelmi alakok szerepelnek rajta, illetve ami még érdekes, hogy ezek ovális hordók, és nem tökéletesen kerek hordók. Ennek a célja az volt annak idején, hogy minél több elférjen egymás mellett, tehát abszolút praktikus célokból épült így. Még egy fajta hordótípus található, ez pedig a tojás alakú, az pedig a pincének azon részén található. Erről azt kell tudni, hogy a tojás alakú hordót nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt kifaragni. Ez egy fajta precizitást igényelt, és ez volt a mestermunkáknak a fő-fő-fő programpontja. Most egy exkluzív helyen vagyunk, mint ahogy említettem. Csak a tulajdonos barátai, illetve üzlettársai jöttek be. Ez kifejezetten egy kóstoló, tárgyaló teremnek épült. Elképesztő, és milyen székek vannak? Ezt kipróbálhatom? Abszolút, tessék. Na, üljünk vele. Nagyon nehezek. Osztam minden, itt tényleg van súlya. Ezek Alpári Ignác tervei alapján készültek. Ferenc József látogatására épültek. És édesapám mindig azt mondja, hogy nem lehet bennük slamposan ülni, csak elegánsan lehet ülni. Igen, mert a derekadat megtámasztja hátul. Így van, ez abszolút, a keresztlét. Abszolút egyenesen ülünk, és nagyon kényelmes és olyan szempontból, hogy van egy ilyen nagyon jó kis karfája, és ez szuper szerintem. A tulajdonos, vagyis Békési Imre itt törzi a legértékesebb borait, és nem feltétlenül azok a legértékesebbek neki, amelyek egyúttal a legdrágábbak. Hiszen például itt vannak azok a nedők is, amelyek annak idején az úgynevezett szocializmusban készültek, és amelyek minőségüket tekintve talán nem foghatók a maiakhoz. De azért vannak igazi kuriózumok is. Különlegességi magyar pezsgőket láthatunk. Itt van egy eredeti Dom Pérignon Hungária rozé. Dom Pérignon Hungária olyan létezik? Abszolút, meg is mutatom közelről. Ez egy rozé pezsgő. És ez a szőlőfürti? Ez 1902 óta áll itt formalinban, és abszolút megőrizte a formáját. És hogy legyen egy kis összefoglaló is a blokk végén, azt mondom, hogy a Záborszky kúria alatti pincerendszer bejárható és be is járandó, mert érdekes. Sőt, Budafok egyik legérdekesebb helye. Még a budapestieknek is javaslom, hogy jöjjenek el ide turistáskodni, ha van egy szabad délelőttjük vagy délutánjuk. Nem fogják megbánni. Ha én azt mondom, hogy tropikárium, akkor önök azonnal rávágják, hogy cápa. És igazuk is van, hiszen a létesítmény első igazi sztárjai ezek a tengeri ragadozók voltak. Némi kerekítéssel 20 esztendeje annak, hogy megnyílt az egyik nagy bevásárlóközpontban ez az állatkert, amely az egyetlen ilyen volt az országban. A régi cikkek is erről beszélnek, és magam is emlékszem, hogy mekkora nagy szó volt akkoriban a cápák hazai megjelenése. A tropikáriumot az első pillanattól kezdve Farkasdi Tomasz vezeti. Ő egyébként magyar apától és anyjától Svédországban született. Onnan költöztek azután haza a rendszerváltás után. Egyébként odakint Tomasz édesapjának, Farkasdi Károlynak már volt egy hasonló létesítménye. Hogy kerültünk Magyarországra? Hát úgy, hogy a magyar nagykövet Stockholmba tudta, hogy apám magyar, és így sokszor itt magyarokkal el hozzánk, hogy büszke mutatni, hogy a Farkasdi Károlynak sikerült itt Svédországban az élet. És egy nap, 97 környékén mondta a nagykövet úr, hogy Karcsi bácsi, miért csinál egy ilyet ott Magyarországon? Hát a apám meg azt mondta, hogy hát nem ismerek senkit, kivel beszéljek. Nem mindegy, mi csak mi segítünk neked.
És tényleg így történt. A Budafok határában épülő bevásárlóközpont akkori tulajdonosai örömmel fogadták a tropikárium tervét, és így hozzákezdhettek az építő munkákhoz. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Farkasdi Tomasz édesapja Károly nem csak a tropikáriumban gondolkodott, hanem megalkotta, szintén Budafokon, az álomautó kiállítást is. Megkérdeztem az ügyvezetőtől, hogy jó üzlete egy ekkora állatkert üzemeltetése. Jobb, mint gondoltunk igazándiból, mert azért megy rendesen. Mi vagyunk a országban leglátogatott privát intézmény, 460 ezer látogatónk volt. Fölöttünk van a bazilika, a fürdők, meg ilyesmi, hogy igen, jó megy. A tervek szerint hamarosan újabb 1000 négyzetméterrel bővül a tropikárium, vagyis egy-két éven belül újabb látnivalókkal gyarapodik majd a hely. Pedig most is van már bőven. Ezeket a hely gyűjteményi vezetője Török János mutatta meg nekünk. Persze adná magát, hogy kezdjünk a cápákkal és a tengerfenéki alagúttal, de mégsem ezt tesszük most. Először menjünk el oda, ahol a Magyarországon őshonos halakat mutatják be. Ebben különféle hazai halfajok vannak, elsősorban ugye a fő porgászkedvenceket szedtük össze ebbe az akváriumba, úgyhogy itt találhatunk jó pár pontyot is, amik ugye a horgászoknak talán a hazai vizekben az egyik legkedveltebb zsákmányai. Emellett vannak az akváriumban amúrok, pusák, koipont, lesőharcsa, nagy márnák, meg még sok más hal is, és talán a másik érdekes akvárium, ami mellette van, amiben sokkal ritkább horgászhalak fordulnak elő, amik ugye különböző tokhalak, de például a vágótokok azok is egyes horgásztavakban ilyen kedvelt horgászhalnak számítanak a rendkívül különleges megjelenésük miatt. Nem tagadom, hogy én, mint amatőr horgász, nagyon szívesen időztem volna még el ezen a helyen, de erre nem volt túl sok időnk. Azért sem, mert Dodó éppen kezdett éhes lenni, hogy ki az a Dodó. Nem egy papagáj, ő egy aligátor. Dodó! 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 Dodó, gyere! És akkor mindjárt oda megyek, és onnan belógatom neki a halat. Dodó amúgy a halak között él, és néha-néha egyet-egyet el is kap közülük. Bár a vadászatnál állítólag jobban szereti a készételt, vagyis azt, amit a gondozó a szájába ad. Az etetés után hagytuk pihenni a hatalmas ragadozót, és tovább mentünk. Oda, amely nekem, mint később kiderült, a kedvenc helyemmé vált a tropikáriumban. Ezek a jószágok itt az orrszarvúlágúának egy pár, és túlnyomó részt növényevők, de nem vetik meg ők is az állati falatokat, úgyhogy nagyon szeretik például a gyászmogállárvát. Ide fog jönni hozzád? Igen, remélhetőleg igen. Amelyik most elindult, ő a hím, a kisebbik a nőstény, bár általában a nőstény szokott lenni a rámenősebb és az agresszívabb, ő néha helyre rakja a fiút. A két orrszarvú leguán engedelmesen fogyasztotta a finomságot a gondozójuk kezéből, majd amikor ő azt mondta nekik, hogy gyertek ki, akkor mind a kettő vezényszóra tényleg kijött. Ugyanígy vissza is tudod küldeni őket a helyükre? Általában vissza lehet őket csalogatni, de van, hogy vissza kell rakni őket, mivel nem akarnak annyira felmászni. Úgyhogy ez itt a lányzó, hogy ő a fiú. Itt látszik is, hogy vedlenek itt, mert szofatokból ugye hiányzik róluk a régi bőr, az alatta lévő az jóval szebb. Ugye onnan kapták a nevüket, hogy ez a kis orrszarvszerű kinövés van a fejükön. És emellett ami még érdekes, hogy van ez a puklét hátul, olyan, mintha ilyen nagy csontos dudor lenne, de egyébként, ha az ember megnézi az egészen, nyugodtan meg is érintheted, hogy érdekes, milyen. Nem félnek tőled? Tőlem sem fog félni? Nem, igazából ilyenkor fel szokták várni ezt a kis védekező testtartást, azért emelik meg egy kicsit így a farkukat is, meg minden, hogy igazából ez sokszor nem azt jelenti náluk, amit az ember gondol, hogy most mennyire örül annak, hogy mi most itt simogatjuk, és azért hunja be így a szemét, meg áll meg így, mert hogy ő szereti, meg szeretné azt, hogy kinyeztessék. Ő náluk ez inkább egy ilyen kikerülő magatartás, hogy ő nekik ez a testi érintés, ez egy kevésbé fontos dolog. Azt mondtam, a fiú, mint a kérne még tőled valamit. A leguánok visszacsalogatása a helyükre aztán egy kicsit lassabban haladt,
kellett hozzá megint a csali, csak ezúttal nem kifelé, hanem befelé, de ahogy önök is látják, végül ez is működött. Előbb az egyik leguán mászott föl engedelmesen, majd következett a másik, és aztán utána, miután elkezdett repülni a kis finomság, mind a ketten átváltottak gyorsba, és visszatértek a helyükre. Mindenkit megnyugtatok, hogy most már valóban közeledünk a cápák hatalmas akváriumához, de odafele menet kicsit álljunk még meg a pirányáknál. Láttuk, és most önöknek is megmutatjuk, hogy mindaz, amit erről a halról hallottak, valóban igaz. A fagyasztott halat pillanatok alatt körbevették, és elkezdték rágcsálni. Mit rágcsálni? Tépni. Nagyjából 20-25 másodperc alatt egy cafat nem maradt a táplálékból. Úgyhogy én nem is olyan nagyon bánom, hogy mondjuk a Balatonban nincsenek pirányák. Na és akkor most irány a cápák otthona. Egy csodás kis alagút várja itt a látogatókat, amelyikben alulról is megnézhetik a nagy ragadozókat, meg persze a többi itt élő tengerlakót. Ha jól látom, épp egy rája fekszik fölöttünk. Igen, igen, pontosan, mert egy gitárrája, ugye a gitárhalak közé tartoznak ezek a jószágok, az alakjuk miatt kapták ezt az elnevezést. Úgyhogy itt láthatjuk, hogy itt vannak ugye a zornyilásai, itt van a szája, hogy itt vannak a kopoltyónyílásai, ők a porcos halak közé tartoznak, akár csak a cápák, és ugye ez a kettő itt az ivar szerve, úgyhogy innen fel lehet ismerni, hogy egy hím példány. Úgyhogy ez alapján a cápákat, meg a rájátokat is így ivar alapján könnyen el tudjuk különíteni. Gondolom, hogy a cápa az első számú kedvence itt mindenkinek. Igen, ugye az egésznek ugye ez a fő profilja. Úgyhogy cápákból itt láthatunk barna szircápát, homoki tigris cápát és dajka cápát. Itt úszik pont az egyik barna szircápánk, az egyik hím példány közülük. És a másik oldalon meg átfordulunk, ott vannak a többiek, és ott igen, a legnagyobb is, ha jól látom. Igen, összesen három példány barna szircápánk van, és három példány homoki tigris cápánk. Úgyhogy ő itt Robi például, az egyetlen hím homoki tigris cápa. Itt a pöttyeiről könnyen fel lehet ismerni, meg a zivarszervéről. A másik kettő pedig a lányzók, ők Emma és Luisa. Ugye a homoki tigris cápákat már onnan lehet egész könnyen megismerni, hogy az ember, ahogy nézi a száját, ugye folyamatosan látja fogait a cápának akkor is, hogyha csukva van a szája, hogy nekik folyamatosan látszanak. A barna szircápáknál ez egyáltalán nem látható, hogyha így van. Hány hektoliter sós víz van itt fölöttünk? Hát ez nagyjából én kb. 1 millió liter körül van, hogyha a szűrőrendszerekben mozgó víztömeget is ugye beleszámoljuk az egészbe. Most sajnos csak eddig tartott látogatásunk a tropikáriumban, így tényleg csak címszavakban arról, amikről most nem beszéltünk. Itt vannak például a tündéri kismajmok, a gyermekek kedvencei. Vagy itt van például a nem túl kedves, viszont meglehetősen veszélyes kígyó. És persze a sok-sok színes és gyönyörű hal. Én azt gondolom, hogy aki mindent meg akar itt nézni, az egy olyan 2-3 órás látogatásra azért számítson. Nem csak Budafok, hanem az ország egyik legérdekesebb szabadtéri múzeuma a Memento Park. Még úgy is, hogy nekem, meg a nálam idősebbeknek ez tulajdonképpen nem is egy kiállítás, hanem az a valóság, amelyben felnőttünk. Aki ide bejön, az akár sorolni is tudja, hogy melyik szobor hol állt eredetileg, mert hogy az itteni alkotások valaha mind a főváros tereit és egyéb jeles helyeit díszítették. Illetve a csoda tudja, hogy díszítették vagy csúfították, de ott voltak a köztereken. Mind-mind az azóta már levitézlet korszakot, a szocializmust dicsőítették. Csak hogy 1990 után ezek mind feleslegessé váltak. Akkoriban sokan amellett kardoskodtak, hogy a múltat ugye végképp el kell törölni, vagyis a szobrokat le kell dönteni. A kőből készülteket szétverni, a fémeket beolvasztani. Csak hogy a fővárosi önkormányzat másként döntött. Így jött létre a Tétényi Fensíkon a szoborpark, amelyben ma 42 alkotás áll.
a létesítmény vezetőjével néztünk meg a szobrok közül egy párat. Azért kedveltem meg nagyon őt, mégpedig percek alatt, mert szó szerint minden szoborhoz volt egy vagy több külön sztoria. Nekem csak hallgatnom kellett őt, és keserédesen mosolyognom. Ez valóban a Memento Park legnagyobb szobra, és talán az egyik legnépszerűbb alkotás, a Tanácsköztársasági Emlékmű, amely sokak számára a ruhatárosként ismert, hiszen a mozdulat adja magát, uram a sáját itt felejtette, és rohan utánunk a figura, de viccet félretéve, ez Budapest 14. kerületében az egykori felvonulási téren áldogált, előtte vonultak el a jelesebb ünnepek során a dolgozók, piros zászlókkal és jó kedvel. Hogyan választották ki annak idején, hogy mely szobrok kerüljenek ide, hiszen a kínálat az elég bőséges volt? Elég bőséges volt, bár csalóka a dolog, mert sokan, akik kijönnek ide, azt mondják, hogy hát csak ennyi, 42 alkotás van a szoborparkban. Hát csak ennyi, de annyira jól, annyira ügyesen helyezték el ezeket a szobrokat a városban, hogy lépten nyomon az ember beléjük akadt. Tehát nagyon sokszor ugyanazokat a szobrokat láttuk, de mindig ugyanazokkal a helyeken, és ezért tényleg sokkal többnek tűnt valamikor. A kerületek döntöttek arról, hogy mi legyen a szobrokkal. Tehát vannak olyan szobrok, amik a mai napig ott állnak ezeken az eredeti helyszíneken, vannak olyan szobrok, amiket megtartottak, csak áttettek valahova máshova, például a szovjet katonasírok fölé, és a többséget persze a kerületek felajánlották ebbe a közös gyűjteménybe, legyen csak itt együtt ez az egész. Maradjunk még egy kicsit a szobornál, amelyet ugye viccesen ruhatáros szobornak keresztelt el annak idején a köznyelv. Annál is inkább, mert dupla jubileuma van. A rohanó figurát 1969-ben, vagyis éppen 50 esztendeje alkotta meg Kis István. Mégpedig egy toborzó plakát alapján, amelyet 1919-ben, vagyis éppen 100 esztendeje készített Berényi Róbert. A dolog történelméhez tartozik, hogy a szobrot, amely a Tanácsköztársaság tiszteletére készült, annak idején éppen odaállították, ahol azt megelőzően egy templom állott. Mégpedig az a templom, amelyet a Tanácsköztársaság leverésének tiszteletére emeltek. Nem mellesleg a templom és a ruhatáros szobor közötti időszakban ácsorgott még ugyanitt Sztálin elvtárs is. Az ő csizmáinak mása amúgy ott van most is a Memento Parkban. A szobor maga nem, hiszen azt lerombolták. Itt van viszont az első fővárosi Lenin szobor, amelynek érdekes, sőt némiképp humoros is a története. 1957-ben, amikor Hruscsov elvtárs, a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára Budapestre látogatott, akkor döbbenten tapasztalta, hogy Budapesten nincs Lenin szobor, ezért rögtön ígéretet tett, hogy hát elvtársak, én természetesen küldök önöknek a Szovjetunióból egy szobrot. Hruscsov meg is tartotta az ígéretét, küldött egy Lenin szobrot a Szovjetunióból, egyetlen probléma volt vele, hogy ez ekkora volt, tehát egy 30 centis szobor makett, egy szobor modell érkezett, erről kellett aztán felnagyítani a csepeli melósoknak Lenin elvtárs figuráját életnagyságnál egy picikét nagyobbra, ami nagyon jól sikerült, csak az anyaggal lehetett valami probléma, mert Lenin elvtárs kabátja egy pár év elteltével sajnos kiukadt, elkorodált, és titokban újraöntötték a szobrot, és titokban valamelyik éjszaka ki is cserélték. Ez akkora titok volt, hogy később aztán Csepelen vicc is született erről, hogy Lenin elvtárs hát a kabátja, és Lenin elvtárs mutatta, hogy itt készítettem a gyárban én is. De itt áll a szoborparkban Steinmetz és Osztyapenko is. Az idősebbek pontosan emlékeznek arra, hogy mekkora öröm volt annak idején meglátni Osztyapenko szobrát, hiszen ez nyaranta azt jelentette, hogy kivergődtünk Budapestről és ráhajthatunk az M7-esre, vagyis Spúria Balatonra. Persze attól, hogy ez nekünk kedves emlék, Osztyapenkónak még jönnie kellett az eredeti helyéről. Viszont a két orosz katona szobra nagyon fontos szerepet kapott a Memento Parkban is. Ez a két szobor itt is a megérkezés, illetve a búcsúzás szimbólumaként integet, hiszen a parknak a legutolsó pontja, a két legutolsó szobra ez a két alkotás. Itt is ők tulajdonképpen a zászlóikkal integetnek a látogatónak, aki a sétája végére ért, de a látogató, ha tovább haladna ezen a bizonyos úton, amit eddig haladt,
akkor egy végfalba koppan, ahol rájöhet arra, hogy mindez egy zsákutca volt, ez az út nem vezetett sehova, innen mindenképp vissza kell fordulni, és az egészet újra kell gondolni. Tehát a parknak egy nagyon erős szimbólumrendszere van, amit Előd Ákos úr, aki tervezte ezt az egészet, alaposan végig gondolt, és rengeteg ilyen poént elrejtett ide, ezért is mondom, hogy érdemes úgy érkezni, hogy az ember fölkészül, és az interneten utána néz ezeknek a dolgoknak. Nagyon érdekesek. Egyébként Osztapenko népszerűségéről tényleg nagyon sokat elárul az, hogy az a kereszteződés, ami a Budaörsi út eleje, ahogy jövünk ide a Memento Park felé is, ott azt a pontot a mai napig nagyon sokan Osztapenko kereszteződésnek emlegetik, sőt, hát hogy találkozik a szovjet vörös hadsereg kapitánya és a multinacionális nagyvállalat, hogy van ott egy gyorsétterem ezen a ponton, ott a benzinkút mögött, és a gyorsétteremnek a blokját, ha megvásárolja, vagy hogyha valaki vásárolott egy hamburgert, a blokját, ha megnézi, akkor azt láthatja rajta, hogy McDonald's Osztapenko. Előttem és ön mögött egy páros látható, egy szovjet és egy magyar alak, és ez a kép elmondja, hogy mit jelentett a druzsbázás, vagyis a barátkozás, mi ezt nagyon tanultuk még annak idején a nemzetközi építőtáborokban is. Igen, hát ez a magyar-szovjet barátság emlékműve, több ilyen emlékmű van itt a Szoborparkban, ami a magyar-szovjet barátságról szól, de talán ez az egyik legjellemzőbb. Amikor diákcsoportokkal jövünk, akkor gyakran megkérdezzük őket, hogy na, szerintük melyik a magyar és melyik a szovjet ezen a itt látható alkotáson? Izgalmas. Általában eltalálják egyébként, hogy a szovjet a jobboldali, a katona, a magyar pedig a baloldali, a munkás. Ez nagyon jellemző, hiszen a szovjet egy zárt ruházatban látható, a keze ökölben van, a magyar viszont kigombolt ingel, teljesen megnyíltan, teljesen átadva magát ennek a barátkozásnak. De számomra a legérdekesebb az mégiscsak a készfogás, amelyben a magyar két kézzel teljes odaadással vesz részt, az orosz viszont csak eggyel, csak úgy oda veti a jobb kezét, bár sokak szerint ez inkább azért van, mert a magyar a másik kezével a karóráját fogja, hogy az orosz le ne lopja közben. Azt hiszem, hogy az itteni szobrok alkotója maguk korában elismert szobrászok voltak? Tehát rang volt egy ilyen szocialista ihletettségű szobrot készíteni? Volt, aki kifejezetten menekült a megbízás elől, tehát olyan pályaműveket adtak be, amiről tudták, hogy biztos elutasítják majd, mert olyan szobrot aztán végképp nem akar senki se. De voltak, akik tényleg megtiszteltetésnek vették, hogy részt vehetnek ilyen folyamatokban. És hát nyilván voltak, akik pénzért mindent alapon azt mondták, hogy jó, hát hogyha most erre van megrendelés, akkor ebben veszünk részt. A Memento Park szerintem az ország egyik legérdekesebb turisztikai célpontja. Jó ide eljönni, de azért jó innen elmenni is. Mert mi, akik ezeknek a szobroknak az árnyékában nőttünk fel, azért tudjuk, hogy nem volt az annyira jó világ. És bár van az a mondás, amely szerint csak a szépre emlékezünk, én mégis azt mondom, addig jó nekünk, amíg ezek a szobrok nem kerülnek vissza a közterekre. Budafoki kalandozásunk vége felé járunk, de egy helyet még mindenképpen meg akarok mutatni önöknek, mégpedig a Törlei Múzeumot. Ugyanis ez a városrész egész egyszerűen elképzelhetetlen lenne Törlei József, pontosabban az általa alkotott értékek nélkül. Hogy más nem mondjak, jó 100 esztendővel ezelőtt egy 20 000 négyzetméteres, vagyis hatalmas pezsgőpincészetet hozott létre itt. Ez ebben az időszakban a világ egyik legmodernebb pezsgőgyárának számított. Ugye a pincébe csillesorokon vitték a pezsgőket, ha felszínre kellett felhozni, akkor csigasorok, liftek álltak rendelkezésre,
de például vagonemelő berendezés is biztosította azt, hogyha nagy mennyiségű terméket kellett rakodni, hogy ezt is megoldhassák. Ládagyárral rendelkezett, tehát a csomagoló anyagot itt helyben készítették. Nyugodtan el lehet mondani, hogy Törlei a korának az egyik innovátora volt. Amúgy Törlei József imádta a szépet, felépített két kastélyt is, szóval nagyon rátette a kéznyomát Budafokra. De tulajdonképpen ki is volt ez a bizonyos Törlei József? Törlei Józsefről én azt szoktam mondani, hogy a korának egy géniusza volt, ugye ő Szabadka környékén született, Csantavéren, majd tanulmányokat folytatott Grazban, kereskedelmi akadémiát végzett, ezután pedig Sámpányban helyezkedett el, ottani pezsgőpincészeteknél, és mivel ő egy igen érdeklődő fiatalember volt, nagyon gyorsan elleste a pezsgőkészítés tudományát, majd ezt itthon kamatoztatta, 1882-ben hozta haza Magyarországra a gyárát. Egyébként ő volt az úttörője a pezsgőgyártásnak Magyarországon? Korábban is léteztek már pezsgőpincészetek, ugye az első magyar pezsgőpincészetet 1825-ben alapították Pozsonyban, Hubert pezsgőgyár néven vált ismerté, bár nem Hubert volt az alapítója, viszont ő felvásárolta a céget, és az ő neve által vált ismerté. Itt vagyunk most egy fali kép mellett, ilyet ritkán mutogatunk egy múzeumban, mert mindent megmutatunk élőben, de ez most azért érdekes, mert tulajdonképpen felülről metszetben látjuk, hogy hova fogunk majd menni. Gyakorlatilag ugye a Törlei Múzeuma 2012-ben indult útjára. Úgy gondoltuk, hogy kell egy olyan hely, ahol megmutathatjuk a magyar pezsgő múltját. Be fogunk menni itt a múzeum bejáratánál, először egy pezsgős dugóba, aztán későbbiekben, ha itt megtudtuk, hogy honnan is indul a pezsgőgyártás története, akkor végigmegyünk majd egy pezsgős palack belsejébe, és el fogunk érkezni a pezsgős pohárhoz természetesen, hiszen ez a három eszköz biztosan megjelenik akkor, ha pezsgőzünk. Most jött el az a pillanat, amikor önöknek nincs más dolguk, mint hátradőlni, hiszen innentől egy tárlatvezetés részesei leszünk. Ez valóban a dugóban, mármint a stilizált pezsgős dugóban kezdődik. Nos, hát elérkeztünk ide a dugó belsejébe. Itt azt gondolom, hogy stílusos, hogy Törlei József köszöntse a látogatókat. Ugye egy pici mellszobrocskája látható ebbe a vitrínbe, és ha jobban megnézzük, akkor egy pezsgős pohárra van leaplikálva a szobor. Szobrot magát egyébként Törlei Mária készítette, ő egy ma élő szobrász művész. A kinti nagy szobrot is ő készítette? Természetesen, és itt még az udvarban majd láthatunk tőle néhány műalkotást. És itt látom, hogy ott van a hátunk mögött egy minden Törlei üvegen látható címer. Ez miért ilyen, amilyen? Gyakorlatilag Törlei Józsefet érdemei elismeréséül Ferenc József a millenniumkor nemesi ranggal látta el. Ekkortól ő csantavéri Törlei Józsefként vonul be a történelembe, a címer maga pedig a családi címer. Miután hazajött és elkezdte a pezsgőt gyártani, ezt egyedül csinálta, vagy hozott magával azért segítséget? Gyakorlatilag magával csábította Louis François-t, ő egy champagne-i pezsgőkészítő dinasztiának a sarja. Első időszakban abszolút François kezében volt a gyártás, ő felelt a technológiáért, ő állította össze a töltőborokat, és hát ő kezelte készre egyértelműen a pezsgőket is ebben az időszakban. Most egy üveg belsejében vagyunk. Hát, ha ezt meg kellene tölteni pezsgővel, az sokáig tartana, azért gondolom. Nagy valószínűséggel azért egy óriási űrtartalma, ez több száz hektoliternyi lenne, hogyha ide pezsgőt kéne töltenünk. Egyébként meg szoktak lepődni a látogatók, mikor bejönnek ide, és rádöbbennek, hogy hú, mi most egy üvegben vagyunk. Hát általában igen, és gyakorlatilag ez hozza a különlegességét ennek az egész helynek, és azt gondolom, hogy szájhagyomány útján is terjed, elég sokan jönnek úgy, hogy mástól hallották, hogy érdemes hozzánk eljönni. Nem tudom levenni a szemem azokról a reklámokról, szerintem menjünk oda, és kérnék egy-két infót róluk. Jól látod, hát ezek a képek azért nagyon sok helyen megjelennek, az interneten számtalan kering belőlük. Ugye Törlei Józsefnek szintén a nagyságát dicsérik ezek a képek is, hiszen elsősorban a vendéglátóhelyek számára készítették őket. Ugye itt plakátok, menükártyák, számolócédulák láthatók, és az hozzátartozik, hogy Törlei ezzel mindjárt a művészeket, művészeteket is pártfogolta, hiszen akkor legnevesebb grafikusait bízta meg azzal, hogy a számára ezeket a reklámfelületeket elkészítsék.
Gyakorlatilag sajnos elég kevés eredeti dokumentum maradt fenn, viszont itt látható ebbe a vitrínbe a cégbejegyzésnek egy másolata, ugye az 1882-es bejegyzésnek a másolata. Ugye Törleiről annyit érdemes még tudni, hogy mindent levédetett, tehát márkavédelemmel látta el a palackjait, a címkéit, a színeit, a márkaneveit, archívumban kutatva például a Talizmán nevet, ami az egyik legrégebbi Törlei név, lehet látni, hogy többször perbe ment más pezsgőgyártókkal, mert megpróbálták elbitorolni tőle ezt a márkanevet. Akkor nincs változás a történelemben. Abszolút nincs. Na, menjünk a pohárhoz. Balagunk tovább a túránkon, és a üveg nyaka meg a pezsgős dugó mellett elsétálva elérkezünk a pohári. Közben pedig megkérdezem, hogy van-e például pezsgő rend, lovagrend? Ugye a borosokról tudunk. Gyakorlatilag Törlei pezsgő rend ismereteink szerint a világon első volt pezsgő rendként. 1987-ben indul útjára. Mára egy olyan nagyságrendileg 400 tagot számol a pezsgő rend. Ha nem baj, neveket nem fogok említeni, mert nem tudom mind felsorolni, és véletlenül valaki kimaradna. Természetesen szakemberek, borászok, gasztronómusok a tagjai a pezsgő rendnek, de lényegét tekintve azért a közélet és személyiségek sem maradhatnak innen ki. Tehát művészek, énekesek, sportolók, abszolút a pezsgő rend tagjai. Ugye ők arra tesznek esküt, hogy a törlei jó hírnevét a világba szerte viszik, illetve a minőséget felügyelik, tehát ha ők Budafokon járnak, kötelesek betérni a törleibe és megkóstolni egy pohár pezsgőt, hogy a minőséggel megelégedettek-e. Azt hiszem, hogy így sem nagyon csináltam még interjút, hogy majdnem kitakar bennünket egy díszlet, de ez nem akármilyen díszlet, és azért jöttünk mögé, hogy önöknek meg tudjuk mutatni, hogy ezek a kis fénycsíkok mit is jeleznek. Lényegében azt akartuk ezzel megmutatni, hogy a törlei termékek ma is 5 világrészre eljutnak, és hát mely országok azok, ahol a legnagyobb felvevő piaccal rendelkezünk. Ugye csak néhányat említve itt az érdekességek közül Vietnám, Nigéria, de például Észtország az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk. Bármi furcsán hangzik, az 1.400.000 észlakos, nagyságrendileg 1.100.000 palack törlei pezsgőt iszik meg évente. Gyakorlatilag, ahova megérkeztünk, ez a valamikori François pezsgőpincészetnek a bejárata. Ugye, ahogy már meséltem, Louis François a pezsgőmestere volt Törleinek, később 1886-ban ő önállósította magát, és teleghatárosan valósította meg a pezsgőpincészetét. Nos, ennek a bejáratánál. Tehát konkurens lett a korábbi pezsgőmesterről. Teljes egészen. És akkor itt most lemegyünk a pincébe. Lemegyünk a pincébe. Na, ennyit. Nos, hát csak úgy érdekességként, hogy milyen furcsa történetek voltak ebben az időszakban. Ugye Törlei József hát a gasztronómiát célozta, amikor hazajött Magyarországra, és hát tulajdonképpen a vendéglátósok szívesen is fogadták a magyar pezsgőt, de mint mindenhol itt is voltak renitensek, akik nem tartottak Törleit. Nos, hát Törlei ezekre a helyekre úgynevezett strómanokat küldött be, akiknek az volt a feladatuk, hogy hangos szóval Törlei pezsgőt rendeljenek, és amikor nem tudták őket kiszolgálni, feladat még inkább adott volt, hangos szóval kellett reklamálni, hogy micsoda helyez itt, nincs törlei pezsgő. Talán nem sértem meg Törlei József emlékét, ha az előbbiekhez csak annyit fűzök hozzá, hogy nagy hóhányó volt az öreg. Amit viszont alkotott, az olyannyira maradandó, hogy máig alkalmazzák. Amit itt látunk, ez a tradicionális pezsgőkészítésnek a színtere. Ezek a palackok, ezek gyakorlatilag már az utolsó stádiumban vannak. A seprő, ami az érlelődés után keretkezik, érlelődés közben keretkezik, lekerül a palacnak a szájához, és ezt innen majd egy úgynevezett degorzsálással, egy fogyasztásos seprőtelenítéssel eltávolítjuk, és tulajdonképpen el is készítettünk egy nyers pezsgőt. Természetesen Budafoktól nem lehet máshogy búcsúzni, mint egy üveg pezsgővel a kézben. No, ilyen üveget azért ne keressenek a boltokban, mert hogy nem fognak találni. Ez ugyanis az az üveg, amelyben egy-másfél évig érlelődik a pezsgő, majd átöntik egy tartályba, leszűrik, és utána kerül bele abba az üvegbe, amelyben azután önök megvásárolhatják. Szóval érdekes dolog ez a pezsgőzés, de Budafokra nem csak emiatt érdemes eljönni. Aki eljön, az érezni fogja, hogy
megcsapja az orrát a történelem. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.